Egy elmaradt őszi NB2-es bajnoki fordulót pótolt be a Rinyamenti Kézilabda Klub felnőtt női csapata, akik február első hétvégéjén Tamási együttesével mérkőztek a nagyatádi sportcsarnokban. A házigazdák büntetőből szerezték első találatukat, melyet újabb és újabb értékesített labda követett. Már a harmadik percben 4 gólos előnyre tettek szert a nagyatádiak, ezért a Tamási edző időt kért. A vendégek megpróbáltak faragni hátrányukban, azonban utolérni egyszer sem tudták az atádot. A szétesett védekezést időben felismerték a hazaiak, s ki is használták a tamásiak rendezetlenségét. A félidő második részében szabálytalanságért 2 fős ember hátrányba kerültek a vendégek, ez idő alatt azonban csak megtartani tudta az addigra 10 gólra duzzadó előnyét a nagyatádi együttes. A találkozó első 30 percének végén 23-13-at mutatott az eredményjelző tábla. A második játékrész nem kezdődött jól az atádiak számára, hiszen 30 másodperccel a kezdés után Bárányhenyi sérülés miatt pár percre a kispadra kényszerült. A vendégek a rövid ideig tartó erőfölényt nem tudták kihasználni, ráadásul a 6. percben egy csapattársukat az edző kísérte le a pályáról, aki viszont már nem tudta folytatni a játékot. A nagyatádi lányok felbátorodva küzdöttek, hiszen az első félidő fordítottja következett be, ugyanis agresszivitásukért 2 tamási fiatalt küldtek 2 perces pihenőre a bírák. A meccsen a hazaiaknak leginkább a gyors indításokkal volt problémájuk, melyeket a pontatlan passzoknak köszönhetett a csapat. Ennek ellenére a 16. percben 27-21-re vezetett az RKC női együttese. A hátralévő percekben sokszori figyelmeztetést követően egy atádi növendéknek kellett elhagynia a pályát, akit a játékvezető piros lappal küldött a nézőtérre. Az utolsó percekre Bőzsöny Erika játékos edző a fiatalabbaknak is játék lehetőséget biztosított. A találkozó végeredménye 34-26 lett a nagyatád javára. Egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés, ezt a mérkőzést már le kellett volna játszanunk november vagy december elején, nem is tudom mikor, csak a nagy hó miatt nem jöttek meg. És akkor ez a mérkőzés most elcsúszott ide, és az az igazság, hogy ez, nem akarom leírni az ellenfelet, egy nem túl jó mérkőzés, és valahol ez ben volt, hogy ez a kötelező győzelem. És pont ezért, hogy kicsit úgy gondolom túlgörcsöltük az egészet, és azért itt voltak benne kicsi szerencsétlenkedések, meg ügyetlenkedések, de hát a lényeg az, hogy megvan a 2 pont. Mindenképp ez kötelező volt mára. De azt gondolom, hogy mindig az első meccs az tehát nehezebb sokkal, mint a többi. Mindenki hozzátette a magáét. Azt gondolom, hogy amit megbeszéltünk, azt megpróbáltuk megcsinálni. Volt hullámvölgy a játékunkban természetesen, de hát ugye az mindenkinek van. Javítottunk, a fiatalok, amit lehetett, azt gondolom megtették. Igazán nekünk ez a legfontosabb, hogy ők minél többet játszanak és minél többet tudjanak segíteni nekünk, mi meg pedig nekik. Bőzsöny Erika a 2010-2011-es bajnokságban játékos edzőként irányítja a csapatot, mely, mint mondja, nem is olyan egyszerű feladat. Igazából, tehát nagyon észnél kell lenni, kit cserélek, hogy cserélek, mikor kérek időt. Ugye az mindig az, hogy kívülről azért sokkal többet lát az ember. A lányok jelenleg a tavaszi fordulókra készülnek, hiszen első mérkőzésüket február 13-án játsszák idegenben.